Sziasztok! Volt már más videómban is szó az orhidea gyökeresztetéséről. Nekem eddig nem igazán sikerült, próbáltam már mindent, amit több orhidea tartó is tanácsolt, de eddig sose jött össze. Most úgy néz ki, hogy megtaláltam a én módszeremet, amivel valószínűleg hogy működni fog. Egy tök egyszerű üveg, amiben víz van. Most ez attól zöld, mert már nagyon régen ugyanaz a víz van benne. Itt egy átlátszó műanyagcserép. Spagnum maha van benne, és van benne itt már több is, amit gyökeresztetni szeretnék, de az egyiken már egyértelműen látszik, ott egy ilyen mini zöld részecske, ott már megindult az új gyökér, tehát úgy néz ki, hogy nekem ez fog beválni, ezt itt néha van, amikor egyébként megspritzenem felülről vízzel, mert itt fölötte a tilanziák vannak, és kapnak egy kis ö, vizet is felülről, permetet, de egyébként inkább a spagnum mohától, kapják a párát, úgyhogy ilyen üvegfalat párába, ezek nekem így soha nem sikerültek, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez lesz az én módszerem. Egy üveg, vízben fölé egy cserép, spagnumoha is ráültettem a gyökeresztetni való orhideákat.